A nemzetközi gyakorlathoz való igazodás kezdődött a magyarországi véradási rendszerben, ami azt jelenti, hogy liberalizálódott a folyamat, mondta Kostyáné Kovács Klára háziorvos. Sokkal több ember mehet mostantól vért adni, mint az ezt megelőző időkben. 2020. január 1-e óta a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a kiszűrési kritériumokon változtatott az Országos Vérellátó Szolgálat. Két szempontot emelnék ki. Az egyik az volt, hogy eddig az allergiás betegek kezelve, kezeletlenül, tehát allergiás tünetekkel bíró egyének nem jöhettek véradásra. Jelen álláspont szerint a kezelt allergiás beteg tünetmentes állapotban eljöhet vért adni, tehát csökkent azoknak a krónikus betegségeknek a száma, akiket a véradásokról kizárunk. Ez nagy öröm, mert a felnőttek egynegyede most már allergiás, és bízunk benne, hogy ezzel a nemzetközi gyakorlathoz történt kiszűrésigazítással bővül a véradóink köre. A másik, ami szót érdemlő változás január 1-e óta, az a szexuális kapcsolatokra való változást jelenti. A szexuális irányultságtól függetlenül mindenki eljöhet véradónak. Egyedül a rossz szexuális gyakorlatot, tehát a gyakori partnercserét diszkriminálja a szabályzatunk. Ennél nagyobb változást hozott a véradások szervezésében a koronavírus járvány. Az utolsó véradás Bátaszéken március első hetében még a járvány előtt volt, ahol a település hát közepesen szerepelt. Ezért is örülök a lehetőségnek, amit most a COVID kapcsán kaptam, hogy mozgósítani tudom, és fel tudom hívni a figyelmét a lakosságnak, a donoroknak, a donorjelöltjeinknek a véradás fontosságát tekintve, illetve a megváltozott szabályokat nézve. A COVID-járvány miatt a véradás idejére is új szabályok léptek életbe. Aki egy hónapon belül külföldön járt, ők ne jöjjenek el vért adni. Természetes, hogy aki koronavírusban szenvedő ne jöjjön, de azok, akiket kontaktált koronavírus fertőzött, vagy jelenleg megfigyelés alatt áll családtagja, ők szintén ne jöjjenek el véradónak. Tudomásunk szerint vérrel nem vihető át a koronavírus, jelenleg csak cseppfertőzéssel terjedő eseteket ismerünk, de ezzel, hogy ők ne jöjjenek el, védeni szeretnénk az ott dolgozó egészségügyi dolgozókat, valamint védeni szeretnénk a többi véradót, aki megjelent a véradáson. Nagyon várjuk a főiskolásokat, illetve azokat a gimnazistákat, akik hát a 18. életévüket betöltötték, és éppen nem érettségiznek jelenleg. Ők új első véradóként, ha a rendszerbe behívhatók volnának, a Maradj Otthon kampányba, ha kimozdulnának egy nemes cél érdekébe, akkor hát nagyot segítenének embertársaikon. Az országos vérellátó honlapján folyamatosan követhető, hol van éppen véradás az országban, illetőleg, hogy Bátaszék környékén mikor és hol szerveznek akciókat, mondja Kovács doktornő. Bátaszéken május 12-én és 13-án lesz véradás, a honlapon fönn szerepel a pontos időpont. Éppen azért két napra, egy keddi-szerdai napra tettük ezt a véradást, hogy ne legyen tumultus. Tehát, hogyha eljönnének 70-en, akkor ne kelljen várakozni túl sokat az udvaron, mert hogy a helysége úgy van berendezve, hogy 1,5-2 méter távolságot minden vizsgálóponton megtartsanak egymástól a donorok is. Természetesen ez az ő védelmüknek érdekében történik. A beléptetéskor lázmérés van, illetve egy rövid COVID-tesztet kell kitölteni, és ennek negativitása esetén kézfertőtlenítés, szájmaszk felhelyezése következik, saját tollal kap mindenki, és azzal írhatja alá, töltheti ki a szokásos kérdőívet, ami egy kicsit liberalizáltabb az előző évhez képest. Tehát nagyon szeretnénk kérni, hogy akik a munkahelyekről otthon maradtak, a Maradj Otthon programunk, vagy kampány, vagy kényszerűség kapcsán ebben a helyzetben, ők jöjjenek el, és adják vérüket a beteg emberekért, hogy ők is egészségesek lehessenek, vagy hát gyógyulhassanak valamilyen szinten a betegségeikből. Jelen pillanatban is a kórházi ellátás során
A véradó állomásoknál egyfajta készletgazdálkodás folyik, amire nagyanyám mindig azt mondta, hogy ha valamiből kevés van, abból keveset használj a zsírosbödön fenekén levő zsírból, ami törmelékes, csak félkanállal szabad kivenni, nehogy elfogjon. Nem szerencsés, hogyha egy nehéz egészségügyi helyzetnek, egy veszélyhelyzetnek úgy futunk ha neki, hogy a készletgazdálkodáson kell gondolkodnunk. Szeretném, hogy és mindannyian szeretnénk, közös érdekünk, hogy a készletek fel legyenek töltve, még a ritka vércsoportokból is. Adhatunk egymásnak időt, vért, adhatunk virágot, finom ételeket, de a legnagyobb dolgot, az egészséget javítani, egészséget adni ezzel a szövettel, mert a vér az egy testszövetünk, csak azok az emberek tudják, akik az egészségüket megőrizték a koronajárvány kapcsán is, tehát otthon tudtak maradni, betartották az ide vonatkozó szabályokat, sportoltam, megfelelően étkeztek. Őket kérjük, hogy jöjjenek és támogassanak bennünket.